Következik Végső István, aki történész, a Clio intézet munkatársa, jelenleg a gettósítás és jogtörténeti kutatásokat folytat. Kétszáznál is több írása jelent meg a 20. századi sorsfordítók témában. Előadásának címe Gyerek sorsok halasson. Esetpéldákon keresztül fogja bemutatni azokat a rögzített traumákat, amikben a gyerekek a főszereplők és a tragédiák elszenvedői. De lesz egy pozitív példa is, mégpedig azt fogja felvázolni, hogy a kiskunhalasi felnőtt társadalom a szociális gondoskodás mentén hogyan igyekezett segíteni a vidéki gyermekeken a világháború következtében. Tiéd a szó is. Ez így látható? Igen. Igen? Jó. Köszönöm szépen a lehetőséget is, hogy befogadták az előadásomat. Hát most már nem csak a hallgatóságnak, most már az előadóknak is nagyon kell koncentrálniuk ezután a maratoni konferencia után. Hát valóban a gyermek sorsok halason lesz a témám, és nem is akarom húzni ezzel az időt, meg a szót. Sokszor azzal szoktam kezdeni, hogy hol van Kiskunhalas, mert ezek ilyen konferencia szünetekben mindig ilyen nagy talányok szoktak lenni, hogy hol is van ez a város, mert valaki azt mondja, hogy nagyon jó a strand, az mindig mondom, hogy az Kiskunmajsa, nagyon jó a fegyvergyár, azt mondom, Kiskunfélegyháza, nagyon szép a Szélmalom, ott már sokszor voltunk, ott nagyon jó hangulat van, azt mindig elmondom, az Kiskundorozsma. Mert hogy nincs is olyan messze halas, az pedig Kiskunlac háza. De most ezt a szlájdot kihagytam, hogy ezt így bemutassam mindenkinek, hogy hol is van Kiskunhalas, Szeged meg Baja között mondjuk fél úton, és akkor egy kicsit könnyebb megtalálni a térképen. 1941-ben egyébként 33 ezeres volt a város, most már csak ilyen 27 ezer körül van. A második világháború idején nyilvánvaló módon több felnőtt halt meg, de vannak nagyon jellemző esetek, amik pedig gyermekekhez kapcsolódnak, és ezekből fogok néhányat bemutatni, meg főleg azokat, amik legalább valamilyen szinten hosszabban, rövidebben levéltári vagy egyéb szakirodalmi források alapján dokumentáltak. Először a holokauszt gyermekáldozatairól, aztán a bombázás gyermekáldozatairól fogok majd, lesz majd egy Málenki robottal kapcsolatos ügy, és már itt volt az előzetes előadásokban szó arról, hogy mi van akkor, hogyha mondjuk fővárosi, Pest környéki gyerekeket visznek vidékre, akkor mi történik. Egyik legjobban dokumentált, részben legjobban dokumentált, az Kálmán József kislányának a története, amit meg is írt a dr. Kálmán József orvos. Hát nagyon jól számították ki egyébként a szülés, tehát 1944 májusában született a gyermek, tehát közvetlenül 3 hét után már gettósították is. Négy kosár az a történetnek a címe, ezt a címet adta dr. Kálmán József, és valójában azt kell mondani, hogy úgy tűnik, mintha itt a gyermekről beszélnénk, meg a gyermek sorsáról, valójában nagyon marginális, amikor a gyermekről van szó, és igazából tényleg itt a kosaraknak a története az egy kicsit fontosabbnak tűnik helyenként. Tehát bemennek a gettóba, akkor is már egy mózes kosárban viszik be szegény gyereket, aztán elkerülnek a szegedi gyűjtőtáborba 1944. június 17-étől, akkor ott kicserélik a kosarat, egy kisebb kosárba teszik át a gyermeket, vagy egy könnyebb kosárba teszik át, és akkor így jutnak el Strasbourgba, és onnan pedig ilyen cseh, morva munkatáborokba, ilyen mezőgazdasági területre, és hát ezt mutatja be ez a történet. Nagyon részleteiben nem
tudok belemenni nyilván ennek az egésznek. Nekem a legmegdöbbentőbb volt, és talán egy kicsit olyan korra ez is ezzel kapcsolatban, hogy mi lett a második kosárral. Egyszerűen kitették, miután elmentek a felnőttek dolgozni, a gyermeket annak a majorságnak az udvarára kitették az udvarra. És ezt a kosarat ott a majorságban lévő, udvaron lévő lovak egyszerűen feldöntötték. És hát persze futottak a felnőttek, miután ezt a hírt meghallották, a kosár széttört, de a gyermek megmaradt. De azt gondolom, egy kicsit olyan jól mutatja azt, hogy hogyan is álltak a gyerekekhez abban az időszakban. A harmadik az el lett nyűve, aztán pedig egy negyedik kosárral szépen vissza tudtak térni Kiskunhalasra. Én nekem még volt módomban találkozni Zsuzsikával, Kálmán Zsuzsannával. Nagy élmény volt egyébként, mert elég sokat tanulmányoztam Kálmán Józsefnek az életét is, meg az írását is, lábjegyzeteltem is, a család segített is benne természetesen, úgyhogy ilyen szempontból egy érdekes momentum volt. Nem tragédia, túlélte a család a holokausztot. Aztán persze nem volt mindenki ennyire szerencsés. Zinger Imre családja már a délvidéki bevonulás alkalmával, mivel ő egy szabadkai születésű gyermek volt, és szabadkai származású családról van szó. Ott az édesapját a magyar katonák kivégezték, mivel úgy vélték, hogy kommunista volt. Ezért aztán a család gyakorlatilag szétszéled. Úgy tűnik, hogy Zinger Imrét Kiskunhalason hagyta a család, az édesanyja is, meg a testvére is, nevelő szülőkhöz adták, és ők maguk pedig Budapestre költöztek. Ezáltal Zinger Imrét Kiskunhalason gettósították 1944 májusától, majd pedig Strasbourgba került a szegedi gyűjtőtáborból, és hát nagyon nagy szerencséje volt, mert majdnem túlélte a holokausztot. 1945 tavaszán, amikor már indultak visszafelé, akkor szövetséges repülőgépek támadták meg azt a vonatot, amivel vissza akartak térni Magyarországra, és ekkor találta el egy lövedék a nevelő anyának a kezét, és Zinger Imrének a fejét, tehát ő így hunyt el 13 évesen. És hát ugye vannak olyan esetek, amikor a gyerek hiánya további traumákat okoz, és további törést okoz egy családon belül. Ilyen volt Pajzs Andriskának az esete, akiről szinte semmit nem tudunk az egész történetben. Az édesanyja írta le sokkal később, évtizedekkel később a tragédiájukat. Lehet, hogy nem fogom felolvasni, mert elég hosszú. A lényege az, hogy azt írja le, amikor ő maga elszakítva a férjétől már elhunyt a gyermeke, visszatér Kiskunhalasra, és hát keresi a családját, és a gimnázium környéki utcákban egyszer csak ismerős hangot vél felfedezni, és a férjét találja meg, akivel elkezd beszélgetni, ráadásul pont a akkori polgármesterrel beszélget a férje, elkezdenek beszélgetni, hát gyakorlatilag a férje az eléggé közömbösen viszonyul a feleségéhez, és hát az első kérdésem, miután ott hagyják a polgármestert, hogy egyébként hol van a gyermek, és hát akkor tör ki az asszonyból az okogás, és akkor jön rá ő is arra, hogy hát gyakorlatilag elvesztették az egyetlen gyermeküket, gondolom nem kell nagyon részleteznem, később el is válnak természetesen. Aztán a holokauszton kívüli halálokról, illetve gyermek sorsokról, az egyik legemlékezetesebb tragédiája Kiskunhalasnak egy téves szovjet bombázás 1944 karácsonyán. Ez olyannyira beleívódott már a halasi emlékezet kultúrába, hogy például a református templomban minden alkalommal megemlékeznek róla karácsony alkalmával, pedig nem csak reformátusok haltak meg ekkor. 1944. december 24-én valamilyen megmagyarázhatatlan oknál fogva a már elfoglalt Kiskunhalas területét a saját csapatait megbombázza egy szovjet repülőgép, egy bombázó, 1000 ház omlott össze, vagy rongálódott meg valamiféleképpen, nagyon sok a sérült, és 11 halott van, köztük két gyermek is, a király testvérek, akik már szintén úgy voltak vele,
1944. október 23-án foglalták el a szovjet csapatok Kiskunhalast, hogy már minek elsötétíteni, minket már nem bombáznak, a németek már elég messze vannak, mit foglalkoznak ők egy ilyen kis agrárvárossal, nem sötétítettek el. Azt gondolták a Sztálin gyertyákról, hogy valamiféle ünnepű tűzijáték indult el a városban, és azért nagyon sokan kimentek az utcára végzetükre, nem a bunkerekbe, meg nem óvóhelyekre menekültek, hanem kimentek az utcára, és ekkor érte bomba támadás a Baross utcában a király család udvarát, ahol így a két fiú meghalt. Nem közvetlenül 24-én mindketten bekerültek a közkórházba. Nekem a család, illetve a hozzátartozók borzalmas sérülésekkel kapcsolatos dolgokat meséltek el, amiket nem szeretnék részletezni. A fiatalabb gyermek két nap után halt meg. Ő neki még módja volt arra, hogy még a 1944. december 27-én megtartott gyász Isten tiszteleten is felolvasták a nevét. A bátyja viszont sokkal tovább kínlódott a kórházban, tehát borzalmas sérüléseket szenvedett mindkét gyermek, és így hagyták itt ezt a földi világot. Aztán, hogy ne csak tragédiák legyenek, hanem legyen valami más trauma is, vagy sors. Berki Viola, Munkácsy Díjas festő, művésznő. Hát vele kapcsolatban megmondom őszintén, még egy pár évvel ezelőtt megkerestek, ilyen, ha jól sejtem, ilyen gender kutatásra kapcsolatban, hogy hát most akkor írnak erről most már a Berki Violáról, mert ő gyermektelenül, férjezetlenül hunyt el, és hát akkor egyből egyértelműen világos, hogy ő milyen identitású volt. Hát én mondom, álljunk meg egy szóra, tehát hogy itt azért ez egy kicsit összetettebb, nem beszélve arról, hogy plátói szerelem fűzte Berki Violát Németh Lászlóhoz, és Németh László ugye megírta a Viola című költeményét, ami Berki Violáról szólt, tehát hogy ez nem teljesen így kerek, nem így kerek az egész történet. Ráadásul maga Berki Viola írja le, hogy miért volt ennyire úgymond fiús. Itt talán nem egy fiús, ez inkább egy ilyen műtermi beállított fotó róla, de hát ő inkább ilyen fiúsan öltözködött, fiús frizurája volt, rövid frizurája volt, de hát ezt le is írja egyébként, hogy ez miért történt így, amikor 1944 őszén megkezdődnek a hadműveletek Kiskunhalas környékén, egyszerűen ez a módszere a családnak, fiúsítják egy kicsit a kislányt, rövidre vágják a haját, és térdnadrágot kap. És hát ez a fajta viselet, ez nagyon megtetszik Berki Violának, és egész életén át így öltözködik, ilyen frizurát hord gyakorlatilag, és hát ennek ez volt gyakorlatilag az oka, ő maga nem vonzódott a saját neméhez, ezt nyugodtan ki lehet mondani. Aztán vannak olyan esetek is, amikor hát a család az elszenved egy tragédiát, de gyermekhalál nincsen, de egész életen át hordozzák ezt. Ilyen volt a külterületen élő pap családnak is a tragédiája, ahol gyermekek voltak, gyakorlatilag majdnem szinte csak gyermekek maradtak, mint szemtanúk és koronatanúk egy lövöldözés után, miután öt orosz próbált zabrálni, erőszakoskodni pénzhez, borhoz, ételhez jutni, és hát gyakorlatilag én is egy olyan személytől tudom ennek az egésznek a leírását, meg ennek az egésznek a történetét, aki akkor még gyerek volt, tehát egy másik gyerektől hallotta ezt az egész történetet. Megpróbálják persze felelősségre vonni a szovjeteket, orosz katonákat, de hát a szokásos dolog történik, elmennek a szovjet parancsnokságra, ott fölvezetnek néhány éppen letartóztatott szovjet katonát, de hát egyikre se ismernek rá, így felelősségre vonás elmarad, csak a halottak maradnak meg a gyermekeknek ez a fajta traumája, amit egész életükön keresztül hurcolnak magukkal. Aztán egy kicsit személyes, itt úgyis már voltak ilyen személyesebb történetek, ez így családomnak, mondjuk a Mostoha ágából származó történet, amikor Kiskunhalason is ugye megindulnak a németeknek, vagy hát a civileknek az összefogdosása, 1944. decemberétől, januárjától, 45. januárjától, és maradt egy ilyen családi legenda, hogy végül is egyetlen egy asszonyt nem visznek el, akit már kijelöltek, az pedig azért, mert hogy terhes volt, ezáltal egy gyermek, egy csecsemő menti meg gyakorlatilag az egész családot.
Nyilván, aki egy kicsit mélyebben ismeri a magyarországi Mellenki robot történet, az tudja, hogy ez nem minden esetben volt felmentés, minden esetre ebben a családban ez így maradt meg. Én megjegyzésként azért oda tettem, hogy maga a férje, aki éppen hadifogságban volt, egyébként szociáldemokrata volt, szerintem ez is lehetett egyébként egy nyomós év, nem csak az, hogy áldott állapotban volt az édesanyja. És akkor erről már ugye volt szó bővebben is, itt ugye főleg a Pest környéki gyerekeknek a vidékre utaztatása, Kiskunhalasra is érkezik egy vonat, természetesen Kiskunhalason azt gondolják, hogy csak Kiskunhalason történt ez az egész, tehát egyfajta ilyen halasikum, vagy kunikum, vagy hát ilyen máshol nem történt, csak Halasra hoztak gyerekeket, ráadásul 1956-ban, meg 57-ben is van egy ilyen történet, amikor mi viszünk pesterzsébeti gyermekeknek élelmiszert, iskolás gyermekeknek élelmiszert, és erről is azt gondolják, hogy ez csak halasi történet, ez máshol nem fordulhatott elő. Ennek az egész mozgató rugója 1945-ben Ván Benyámin volt, aki egyébként kisgazda volt, tehát valószínűleg ez egy kisgazda akció lehetett valójában, de valóban a református egyházközség szervezésében történik meg az egész. Nagyon kevés konkrét számot tudunk, orál historiából ismerjük az egészet, Ván Benyáminnak a visszaemlékezéséből. A helyi járvaházba hozzák először le a gyerekeket, és onnan viszik tovább általában református gazdacsaládok a gyermekeket. Itt azért nem 6 hónapról írtak a visszaemlékezésben, hanem az, hogy 1-2 évig is maradtak a gyerekek, hogy ez mennyire igaz, ezt én nem tudom megállapítani, ez volt leírva a forrásba, 128 budapesti gyermekről emlékezett vissza Ván Benyámin. A legtöbbüket szerették volna örökbe fogadni egyébként a református családok, tehát szerették volna, hogyha ott maradnak Kiskunhalason, senki nem maradt ott közülük. A visszaemlékezés szerint azt mondom, hogy ez egy ilyen viszonylag jó és pozitív példa Kiskunhalason. És akkor aztán... Így még nem hallottam a hangomat, köszönöm. És akkor a számok és halálokok. A saját gyűjtéseim alapján, amit eleve elvégeztem már 2005-ben a II. Világháborús áldozatok kapcsán, és hát részben frissítettem persze egyszer-kétszer azóta, tehát 1941 és 45 között egyébként 16 éves kora előtt 41 kiskunhalasi hunyt el, ebből 23 fő volt a holokausznak az áldozata, 18 fő pedig kézigránátsérülés, légnyomás, bombaszilángsérülés, agyonlövés vagy bélhurut miatt hunyt el, 30 fiú és 11 lány volt az áldozatok között, a legtöbben 1929 és 37 között voltak az áldozatok. A kevésbé dokumentáltakról is azért én azt gondolom, hogy még van időm szólni. Egyrészt az, ahogy látható, itt voltak agyonlövések is, ezek főleg ugye 1945 után, amikor a szovjetek követtek el különböző bűncselekményeket, főleg a határban, tehát nem a városban, hanem általában külterületen, Kiskunhalas, a trianoni Magyarországon a top 5-ös határok közé tartozott 112 000 holdjával, tehát nagyon nagy határunk volt, a lakosság fele egyébként ott élt és ott lakott, kevésbé volt biztonságos ott élni, ebből is látható. Volt egy bélhurut miatti, az valószínűleg egy menekült hullámmal, nem Magyarország területén elhunyt személy kapcsán tudjuk elmondani, illetve az 1941 pedig arra vonatkozik, hogy Kiskunhalas katonaváros volt, 3 katonai alakulat is állomásodott akkor a város területén, és számos alkalommal voltak lőgyakorlatok, és hát ezeket is természetesen külterületen jelölték ki, ezeket a lőgyakorlat helyszíneket, és hát ennek köszönhetően valószínűleg gyermekek találtak olyan lőszereket, amik még nem robbantak fel, vagy még élesek voltak, és ennek következtében is hunytak el kiskunhalasi gyermekek, de én ezt is a II. Világháborúhoz soroltam.
sorsokba és emlékezetekbe ugye általában visszaemlékeznek az adatközlők, elvitték az osztálytársamat, vagy német volt, vagy zsidó volt, visszatért, vagy nem, tehát mindenki emlékezett nagyjából az adatközlők közül arra, hogy mi is történt. A karácsonyi bombázás ugye a legemlékezetesebb, erőszak a tanyavilágban volt, és a városban meg rend volt. A legtöbb gyerek holokauszban hunyt el, ugye náluk csak megtippelni tudjuk a pontos halálnemet, és hát nagyon sokan emlékeztek persze a király testvérekre, tehát a téves karácsonyi bombázás ilyen szinten nagyon mélyen megmaradt a halasi emlékezetben. A forrásaimról láthatnak egy szlájdot. És köszönöm szépen a figyelmet!